Thank you. Addig szeretnék fölhívni a bíró kollégák figyelmét, hogy most lesz majd lehetőség feltenni kérdéseket, akár az eddig elhangzottakkal, akár az el nem hangzottakkal kapcsolatban. De természetesen már most jelezném, hogy lehetőség lesz Ágival, az urakkal, a jelenlévő sportolókkal külön is interjút készíteni. Nem szeretném túl mitifikálni ennek a keretmegállapodást, az aláírását, de elnök urat és államtisztelőről, tehát azért egy-egy mondatban szeretném megkérdezni, hogy mit gondolnak, ez egy korszakos jelentőség, vagy egy ilyen munka elindult, és mit várnak ettől egy mondatban? Egy mondatban. Én azt gondolom, a kezdeti köszöntőkből elmondta teljes mértékben azt, hogy a Romkéi Bizottság részéről elindul a kezdeményezés, és persze a Kreatvédelmi Bizottságunkon kialakított szakmai vélemények után örömteli dolog az, hogy az érintett államtitkárságok abszolút pozitívan álltak ehhez a dologhoz, és megkapjuk azt a szakmai segítséget, azt a támogatást, amivel remélhetőleg valóban az év végére kialakul az a stratégia, ami alapján aztán a következő időszakban lángnézve kötelezően szeretnénk majd dolgozni és építeni akár a sportákhoz kapcsolódó különböző rakerekéseket. A világban mindig minden változik, ezek a változások hol gyorsabbak, hol lassabbak történnek. Nem véletlen az, hogy nemzetközi szintéren és más országokban a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontokat figyelembe veszik, a sport létesítmények létrehozatalakor, a rendezvények lebonyolításakor, tehát a környezet tudatosság egy-egy lokális helyen is, egy-egy országban, de globális méretekben is egyre erőteljesebben jelentkezik. Ezzel együtt ez egy teljesen újszerű kezdeményezés a tekintetben, hogy több kormányzati tényező, és itt most nem a becses személyükről beszélek, hanem intézmények és minisztériumok és háttérintézmények fognak össze annak érdekében, hogy teljes komplexitásában a sport és a környezet-természet kapcsolatát kielemezve egy olyan tanulmány készüljön el, amelynek utána gyakorlati megvalósítása kell, hogy bekövetkezzen. Tehát meg vagyok róla győződve, hogy minden egyes kiemelt sport területen akár 100-100 lépés, amely egyfajta iránymutatóként, egyfajta követendő szakmai sorvezetőként kerül majd használatra, akkor, amikor megvalósulnak az adott sportlétemények, bocsánat, először is, amikor elkezdik tervezni, akkor a kivitelezés során, az építkezés során, utána a beüzemelés időszakában. Tehát egy teljes körű komplex megközelítése, a környezetvédelmi szempontok megjelenése a sportok tekintetében, független attól, hogy természetben történik az a sport, az a játék, technikai jellegű az a sporttevékenység, vagy csak az emberi ügyesség, erő az, ami megjelenik.